Sziasztok! Egyre több infiray készülékbe érkezik balisztikai kalkulátor, ezért időszerű lett egy videó arról, hogyan kell beállítani a távcsövön. Jelen esetben egy Ricoh RH50R készüléken távcsövön fogom megmutatni, de a többi készüléken is hasonló az elv. A lőszer, amihez beállítom, pedig a Norma Whitetail 6,5 Creedmoor kaliberben. A lőszerünk szükséges adatait egyes gyártóknál megtaláljuk a dobozon, de kikereshetjük a neten is őket. A Norma nem írja rá a dobozra, ezért ellátogattam a weboldalukra. Fontos a mértékegység, metrikus rendszerben ugye gramról és méter per szekundumról beszélünk majd, angol száz rendszerben pedig grainről és láb per szekundumról. Ügyeljünk rá, hogy mind a weboldalon, mind a távcsövön azonos mértékegységeket használjunk, ne keverjük őket. Először is tehát Norma weboldal, kikeresem a termékek között a Norma Whitetail-t, Centerfire, ugye ez a központi gyújtású. Legörgetek az aljára Norma Whitetail. Itt már sor mutatja is a lőszereket, rögtön itt van a 6,5 Creedmoor 140 grain-es lövedéksúlya vagy tömeggel. Itt már látjuk is a szükséges adatokat, amiket fel kell írnunk. 9,1 gram vagy 140 grain a tömege, a G1-es rendszerben 0,373 a ballisztikai együtthatója. Fontos, hogy ezek 610 mm-es, tehát 61-es csővel mért adatok, amiket lejjebb körgetve találunk. Nyilván akinek nem ilyen csöve van és nagyon pontos számításokat szeretne, ott meg kell mérni a lövedék kezdő sebességét, ugye a ballisztikai együtthatóra és a lövedék tömegre a csőhoz nincsen hatással, csak itt az alul olvasható V0 sebesség, tehát a lövedék kezdő sebessége, torkolati sebesség, ami jelen esetben 810 méter per szekundum. Ezután átnyargalunk a céltávcsőre, ahol is megadjuk ugye először is a belövési adatokat. Most nekem itt 91 métert mutat, az azért van, mert 100 yardon volt a távcső, és amikor átváltottam metrikusra, akkor az 91 métert jelent. Tehát itt érdemes ugye 100 méteres belövést beállítani, belőni ott a távcsövet. Ez a videó most nem arról szól, hogy hogyan lőjük be. Ez azért fontos, mert a ballisztikai kalkulátorban erre a 100 méteres távra fogunk hivatkozni, amit előzetesen elmentettünk, illetve belőttünk. Elmegyünk a menübe a ballisztikai kalkulátorhoz, itt ezzel a kék kapcsolóval aktiváljuk. Profilból 4 félét tudunk. Most erre nem térek ki ebben a videóban, ez lehet ugye lőszerfüggő is, lehet hangtompító függő is, stb. Az SPOA-nál ugye megadhatjuk a ballisztikai kalkulátor által kitett irányzójel fajtáját, tehát a meglévő szálkeresztre rakhat X-et, rakhat egy pluszt, rakhat egy pöttyöt, vagy egy nagy pöttyöt oldalt két kicsivel, vagy a Move Reticle-t választva elmozdítja az egész szálkeresztet. Ez a legutóbbi talán a legjobban használható, viszont nagyon óvatosan kell vele bánni, mert ugye nem vesszük észre, hogyha úgy marad a következő lövésnél, úgyhogy azt óvatosan használjuk. Az X és a plusz meg a pöttyök viszont elég picikék, tehát az használat közben lehet, hogy nem mindig fogjuk tökéletesen látni, de ezt majd mindenki kitapasztalja, hogy melyik a jó neki. Következő menüpont a Parameter Setting, itt lehet beállítani a lőszerünknek a paramétereit, amit előzetesen megnéztünk, ugye nekem 0,373 volt a ballisztikai együttható. A fellenyilakkal, illetve a menügombbal tudunk váltogatni, a kikapcs gombbal pedig visszalépni egyet a menüben. Itt ugye lőszer, tömeg és sebesség, itt figyeljünk, hogy grain vagy gram. Ha itt angol száz mértékegységeket találunk, akkor menjünk vissza a menüben, és állítsuk át itt a métert yardra vagy a yardot méterre, attól függ, hogy melyik rendszerben szeretnénk elkezdeni. Később át lehet ezt váltani arra, ami szimpatikus, tehát hogyha mondjuk yardban vannak meg láb per szekundumban a lőszerünk adatai, semmi gond, akkor állítsuk be a ballisztikai kalkulátort angol száz rendszerben, és amikor készen vagyunk, akkor váltsuk át metrikusra. Visszatérve a ballisztikai kalkulátorra, itt még megadhatjuk a távcsövünk magasságát, a hőmérsékletet és a tengerszint feletti magasságot. Hogyha mindent beállítottunk,
akkor ne lepődjünk meg, hogy a képernyő alján még mindig ott van a felirat, hogy csatlakozzunk az InfiRay Outdoor applikációhoz, hogy minden paramétert beállítsunk. Így már működni fog a ballisztikai kalkulátor. Az InfiRay Outdoor abban ugyanezeket lehet beállítani, de mindjárt megmutatom. Ott a hőmérséklet és a tengerszint feletti magasságon kívül még egy-két környezeti tényezőt tudunk beállítani, ezért jelöli itt mindig a távcső, hogy menjünk át az applikációba is. Ez a felirat itt soha nem fog eltűnni, úgyhogy ne ijedjünk meg tőle. Ha átmegyünk az InfiRay Outdoor abba, ugye itt a 2.0-as verziót kell használni, alul láthatjuk a ballisztikai kalkulátort. Ha megnyitjuk, ugyanezeket az adatokat fogjuk látni. Itt adhatunk nevet például a ballisztikai profilnak, hogy ne profil 0, 1, 2, 3, 4-et kelljen megjegyezni, hanem konkrét lőszertípust például. Én most itt beírtam, hogy norma váltél. Ezt utána már így fogom ugye látni a távcsőben is. Ballisztikai koeficienst, együtthatót megadhatjuk. Itt annyiban jobb, hogy grainben és gramban is meg lehet adni a lövedéktömeget, itt nem variál azzal, hogy milyen rendszerben dolgozunk, ugyanígy a sebességet is, ugyanígy a távcső magasságot is, stb. Aztán itt van egy ilyen spin drift nevű lehetőség, itt a húzag emelkedést tudjuk és a húzag irányt tudjuk megadni. Nem tudom, hogy ennek mi értelme van, mert oldalirányú ballisztikai számítást nem tud végezni a Rico, márpedig ez a spin drift pedig az oldalirányú eltérést hivatott számolni. Ugye a húzag emelkedés és a húzag irány figyelembevételével. Mindegy, ha akarjuk, beállíthatjuk. És akkor itt alul ugye látjuk megint a hőmérsékletet, a tengerszint feletti magasságot, a légnyomást, illetve a relatív páratartalmat, amit még megadhatunk. Itt se kell megijedni a mértékegységektől, mert Fahrenheitben és Celsius fokban, illetve a többi mértékegységben is meg lehet adni. Innentől már a távcsövünkön van az új ballisztikai profilunk, le is tesztelhetjük. Én itthon 220, illetve 340 méterre tudok mérni. Hogyha ezt a norma ballisztikai kalkulátorába bepötyögöm ezeket az adatokat, akkor itt az jön ki, hogy 325 méterre 6,8 mol a fölétartás, 350-re 7,8, tehát a 340 méternél ott valamivel 7,8 alatt kell legyek. 220 méternél pedig 225-re 3,2-t mutat, tehát valamivel 3,2 alatt kell legyek. Szóval lássuk a 220 métert körülbelül, az utca végén állunk, egyszeri gomnyomásra, egyszeri méréssel fogja mutatni, 3,13 mol, ez tehát helyes, és nézzük a 340 körüli távolságot, azok a magas nyárfák, 341 méter és 7,44 mol, tehát ez is pontosnak tűnik. Hát ennyi. Remélem, hogy segíthettem. Sziasztok!